Ez most egy újabb érdekesség, hiszen egy régi motort látunk új köntösben, hiszen ha valaki ezt ránéz erre a gépre, első blikre azt mondja, ez egy veterán, holott pedig mindössze néhány éves a gép. Története? Hát, mégis egy hirdetés útján találtam rá a kecskeméti kereskedésben. Ez egy 2006-os Ural Retro 750. Végül szólóba vettem meg, annak idején 1-3-ért. Aztán a gyerkőc miatt vettünk egy oldalkocsit hozzá, 800-ért. Hát mi kell egy kis zakkancsáknak venni, hogy valaki... Ezt nem én mondtam, ez komoly, ez halálka, ez nem én, kedvesek, higgyék el, ezt nem én mondtam. Kategórikusan tagadom, ezt nem én mondtam. Egy orosz motorért valaki több mint 2 milliót kiadjon. Végülis milyen menet teljesítménye? Irgalmatlan erős, kegyetlen, jó nyomatékos. 80-nál előtt csattognak a szelepek, hátul egy gyenge maraj. Sebb bátor, mint az MTZ-n. Nagyon durva, de nem adnám le semmiért. És milyen jó ebben? Tehát kicsit ilyen szivatás jellege van a dolognak. Egyetlen volt a szivató? Milyen jó benne? Hát mondjuk például, hogy a látható is, hogy nincs kormányszorító. Most nem fél, nehogy félreértsél, most ezt nem cikizem a gépet, mert szenzációs. Csak érdekközben, hogy egy fiatal embert mi vesz rá arra, hogy egy öreg, de vadonatúj hogy gépet vegyen. Nem tudsz a terméket veszel? Igen. Mert mondjuk ez nem jön velem szembe az úton mondjuk 6 darab vagy 10 darab, hanem ez egyedi. Meg magában ez a szocialista feeling, nekem mindig is ilyen szocialista gépeim voltak. De magában a formavilág. Hát ez durván a 38-40-es dizájn. 40-es évek, így van így. Fiatal ember, hogy tud vonzódni egy közel 80 éve dizájnhoz? Van ízlésem. Nyilván mondjuk a benzintyúkok nem ezt részesítik előnyben. Így van, ez már kérdéssel. Ilyen kis pucsítós, de hibátlan. Rá kell nézni. És üzemben tartani milyen? Hát a menet közben is lehetne tölteni bele az üzemanyagot. Hát olyan gyengén 7 liter hiszik, ha finom vagyok. De ha meg csikolgatom mondjuk a hegyekbe, a szerpentinen, akkor ugye a 12-t beborítja. Tehát ez egy olyan birodalmi jármű. Elég. Meg a vezetési technikája. A vezetési technikája is azért egészen más, mint egy szólónál. Mert ha valaki egy szóló motort szeret vezetni, és egy oldalkocsisra szerkesz, akkor az utána meg imád. És hogyan jutott ezt neked az eszedbe, hogy ugye sokan használnak veterán motorokat, rengeteg panóniás van, vannak akik a jávákra esküsznek, az MZ-knek is megvan a maga csapata, de ez egy szovjet-orosz jószág. Az érdekes, hogy a csapatunkban vannak jávások is, például Jani bácsi, akit mindenkit ismer, hatalmas megtiszteltetés, amikor velünk tart. Van egy másik uról, csak az terepes, hibrencia, ami kétkerékhajtás. Panóniások is. Ennek ez a szépsége. És melyik mész vele bújik egy szezonban? Várj, nem jól kérdeztem. Mikor kezdődik és végződik neked a szezon? Hát én decemberben is elmegyek az Osamba. Fürdőztem meg azt mondja, hogy kihanyítom egy sióvára, két sióvára, és akkor így néznek. Mondom, gyerekek, 50 évvel ezelőtt mi volt? Oldalkocsis Panónia, 10-12 tagú család, mindent el tudott tenni. Nekünk nincs is autónk. Nekünk csak motorjaink vannak. Milyen társaságban van ez az uralautó? Hát de van egy ilyen dolgozóba járós, ami most adta föl magát, egy Simpson, egy 76-os lemezvillás babetta, ami rá egy nappal adta föl magát, úgyhogy azért ilyen sáros, meg retkes, mert múltkor én hagyonási találkozó után nem tudtam megmosni, meg ezzel járok dolgozni, úgyhogy remélem. Ez mindennapos használva van ez a gép? Persze. Egy intruder azért egy igazán felnőttes motor. Hogy kerültél vele kapcsolatban? Hát igazából én mindig is motorpárti voltam, és ha arra gondolok, hogy motor és választanunk kellene, akkor nálam mindig, tehát a chopperek igazából. És hát a Suzuki ez egy könnyen kezelhető, könnyen szerelhető, és hát ez egy alacsony fekvésű motor. És végül is, hogyan kerültem vele a kapcsolatba? Hát megláttam és megszerettem. Nem mondod, te csak úgy jel, neked meg kell, intruder kell. Megálmodom. Intruder, ez kell nekem. Nem, tehát én először a Marauder-eket néztem. Ettől egy régebbi változat, a Marauder. Onnan indultam és akkor végül is őt megláttam. Olyan árban volt, amilyenre gondoltam, és mégis megvettem. Megtetszett és megvettem. Az ember úgy gondolja, hogy valaki elkezd egy kis motorra, mondjuk egy Romert, elkezd szórakozni, aztán egy kis Yamaha, mondjuk egy 50-es Yamaha automatás, mit tudom én, és utána mondjuk vesz
vesz egy nagy levegőt és egy 250-es, helyette tölj neked egy intruder. Hogy itt az örövésed? Hát én mindig is nagyobb motorpárti voltam, tehát én a robogókat, Simpsonokat nem igazán kedveltem. Hát nem is motor? Nem. És hát nem volt ez az átverés, hogy kicsi, tehát kezdtem kicsivel, nagyobbal, hanem egyből egy nagyot választottam, mégis nem volt ez az átmenet. Hát ettől a dizájnra így nagyon nehéz versenyezni, én megmondom őszintén, hogy kevés olyan motoros van, amelyik ennyire összhangba tud lenni magával a motorral. Ha a nézői megnézik, akkor gyakorlatilag pontosan úgy néz ki, mint egy divatbemutató. Fiatal csillagó szemű lány, egy gyönyörű szép fekete motoron, vastag, kövér gumikkal, úgy ahogy kell, és maga a szépség. Nem tudom, kinek mi a véleménye.